vissza. Közgyűlési küldöttek, kedves vendégeink! Beszámolómat a 2010-es közgyűlésen elfogadott program teljesítésére irányultan állítottam össze. Az elnöki beszámolóra szánt időt eredetben nem teszi lehetővé, hogy szót ejtsek a szövetség keretei között megvalósított minden rendezvényről, programról, megvalósult és megvalósulatlan elképzelésről, sikerről és kudarcról. Ezért a tevékenységeket csak jelzésszerűen értékelem, és elsősorban azokra a témákra, összefüggésekre térek ki, melyeket a szlovákiai magyar közoktatás jövője szempontjából leginkább fontosnak tartok. Az oktatáspolitika területén szövetségünk képviselete több alkalommal kifejezte véleményét a nemzetiségi oktatással kapcsolatos témákban. A kormány kisebbségi bizottságában, az oktatási miniszter kisebbségi tanácsadó testületében, és a miniszterrel való tanácskozások alkalmával szót emeltünk a kisebbségi oktatás nehezítő jogszabályok, az adminisztratív feladatok túlburjánzása, a kétnyelvű dokumentáció többletterhei, a tankönyvkiadás, a tankönyvfordítás és a tankönyvellátás hiányosságai miatt. Nehezményeztük az Oktatási Minisztérium nemzetiségi osztályának tevékenységét, mely nem segíti a magyar nyelvű oktatás fejlesztését, és a szakmai háttérintézményrendszer szolgáltatásainak megerősítését iskoláink részére. Az oktatási miniszterrel folytatott találkozásokon külön témaként szerepelt a szlovák nyelvoktatás módszereinek megváltoztatása. Az idegen nyelv elsajátítása során sikeres kommunikációra épülő nyelvoktatást iskoláinkban elfogadhatónak tartja a miniszter, viszont az ehhez szükséges tantervi és tartalmi szabályozást a megfelelő tankönyvekben és segédeszközökben, továbbképzésekben mérhető segítséget sem az Oktatási Minisztérium, sem az Állami Pedagógiai Intézet eddig párhuzamosan nem teremtette meg. A tárgyalások eredményének tartjuk, hogy a magyar iskolák szlovák nyelvoktatási módszereinek fejlesztésére a minisztérium 1 millió eurós támogatást pályáztatott meg az e témával foglalkozó felsőoktatási intézmények között. Várjuk az elindított programok hasznosulását a szlovák nyelvszakosok felkészítésében. A felső tagozatos szlovák tankönyvek létrehozásában, a munkafüzetek kiadásában és az akkreditált képzések elindításában a Pedagógus Szövetség szlovák nyelvoktatási munkacsoportja jelentős szerepet vállal. És hogy miért beszélek én a szlovák nyelvoktatásról? Egyrészt azért, mert a miniszterrel általában ilyen apropóval lehet találkozni. Másrészt viszont azt is látnunk kell, hogy a magyar iskolák eredményességének a szlovák nyelvoktatásban nem lehet az alfája és omegája a szlovák nyelvoktatás. De látjuk azt is, hogy az iskolai beiratkozások alkalmával a szülők egy része mekkora hangsúlyt ad ennek a témának. Szövetségünk támogatta azokat a tiltakozó akciókat és sztrájkokat, melyeket 2012 végén a pozsonyi iskolák pedagógusai kezdeményeztek az iskolák anyagi ellehetetlenülése ellen és a pedagógusok anyagi megbecsülése érdekében. Kezdeményeztük a Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete állami támogatású intézményi státuszba helyezését. Az akkori kormányalelnökhöz, Rudolf Mellhez eljuttattuk a komáromi Selye János Egyetemmel és a nyitrai Közép-európai Tudományok Karával közösen kidolgozott és benyújtott anyagot. Ennek a szakmai anyagnak az erényeit mutatja, hogy a tanulmányra épülve, igaz, politikai színezetet öltve jött létre a módszertani pedagógiai központ komáromi részlege. A Selye Egyetem Comenius Pedagógiai Intézetével közösen az Oktatási Minisztérium fórumai és írásban is kifejeztük aggályainkat a pedagógus továbbképzési rendszer működtetésének torzulásait illetően. Az elmúlt 2-3 évben politikai döntések nyomán szövetségünk kiszorult
a Magyar-Szlovák Oktatási Vegyes Bizottságok összejöveteleiről, melyeken a kisebbségi oktatás témájában sok kérdés évek óta megoldásra vár. Történt ez annak ellenére, hogy a kormányban akkor az egyik magyar pártnak a képviselői még ott voltak. A fórum intézettel és a kerekasztallal egyeztetve két alkalommal tájékoztattuk az Európa Parlament megfigyelőit a kisebbségi nyelvhasználati karta alkalmazásának problémáiról az iskolánkban, illetve az iskolatörvény módosításában várható negatív lecsapódásairól a magyar nyelvű oktatásra. A posztszocialista országokban, így Szlovákiában is a civil szektor megerősödésének vagyunk tanúi. A civil szervezetek részvétele és érdekérvényesítő ereje a közélet alakításában növekszik. Szövetségünk a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala ernyőszervezet tagjaként fejt ki tevékenységet elsősorban az oktatás, a kisebbségi nyelvhasználatot és az emberi jogvédelmet érintő területeken. Szövetségünk programjának másik nagy témája a magyar iskolahálózat fejlesztéséért és az iskolák hatékony irányításáért címmel került be az elmúlt időszak programjába. A programunkban szerepelt a Szlovákiai Magyar Nemzeti Közösség nevelési és oktatási intézményei megóvásának és továbbfejlesztésének szándéka. Erőfeszítéseink ellenére kénytelenek voltunk tudatosítani azt, hogy a születések számának csökkenéséből és a felgyorsult asszimilációból eredő alacsony diáklétszámok miatt iskoláik működtetését érintően komoly gondok adódhatnak. Az iskolák vezetése és az önkormányzatok megszorítási és takarékossági intézkedései a gazdasági válság lecsapódásai közepette az Oktatási Minisztérium nem találta elégségesnek, ezért további megszorítási intézkedéseket kényszerít az alacsony diáklétszámú iskolákat működtető önkormányzatokra. Az osztályokra vonatkozó minimális diáklétszámú bevezetése és a finanszírozási rendszer folyamatban levő átalakítása ezt a cél szolgálja. A 2013. december 4-én elfogadott törvény elsősorban a vegyesen lakott területek iskoláit, és azon belül leginkább a magyar iskolákat érinti. Minden a magyar és a vegyes házasságokból iskolába induló gyermekek 15-20%-a a többségi iskolát erősíti, a magyar iskolai hálózat nagyobb mértékben zsugorodik. Az elmúlt évtizedben 32 magyar iskola szűnt meg. A diákok száma közel 8000-vel csökkent. 263 magyar iskolából a diák létszám alapján 216 a veszélyeztetett iskola. Csak 47 iskola tesz eleget a szigorú törvény kritériumoknak. 97 iskolát fenyeget a bezárás veszélye. A Pedagógus Szövetség a civil szervezetekkel és a pártokkal összefogva részt vállalt a pozsonyi figyelemfelkeltő tiltakozás megszervezésében. Itt jegyzem meg, hogy pedagógusaink és tagjaink közéleti aktivitásainak és szolidaritás érzésének fokát jelzi, bekapcsolódásuk mértéke ebbe és az ehhez hasonló rendezvényekbe, melyet sokan a napi politika részeként értelmeznek, nem tudatosítva a folyamatok politikán túli összefüggései. Szövetségünk az Oktatási Minisztériumban e célból összehívott tárgyalásokon javaslatot tett a normatív támogatási rendszer igazságosabbá tételére a veszélyeztetett iskolák esetében. A törvény veszélyeinek megakadályoztatására kistérségi fórumokat szerveztünk országszerte a magyar iskolahálózat állapotának felmérése érdekében, a diák létszámokra vonatkozó statisztikákra építve szövetségünk, helyismerettel bíró pedagógusokat bevonva elemző tanulmány kidolgozásába fogott, melynek következtetései a kistérségek döntéshozói számára rövidesen elérhetők lesznek. A Pedagógus Szövetség vezetése a magyar iskolák érdekében kapcsolatot tart fenn az új és újakat épített ki az állami oktatási intézményekkel. A történelem, földrajz, hónismeret tárgyak keretében az Állami Pedagógiai Intézet igazgatójának javaslatot tettünk az Országos Tantárbizottságok személyi kiegészítésére, valamint a nemzetiségi sajátosságok megjelenítése az oktatási tartalmakban, melyek elfogadásra kerültek. Szabványosított mérések nemzeti intézetének vezetésével folytatott tárgyalásokon elértük, hogy az intézet magyar pedagógusok bevonásával tudásmérésekre szolgáló magyar nyelvű adatbázist épít ki. Az Oktatási Minisztériumban szót emeltünk az Országos
Informatika és Prognosztika Intézet Európa Uniós pályázatának a kisebbségek oktatását, a kisebbségi oktatást érintő diszkriminációja ellen. Véleményünk szerint, ha egy Európa Uniós pályázat Szlovákiában az oktatásban megjelenik, akkor a magyar iskolákra is gondolni kell. Ezt nem tudatosítja soha a minisztérium és azok a szervek, amelyek ezeket a pályázatokat menedzselik. A harmadik fejezete programunknak a pedagógusainkért, növendékeinkért, a színvonalas nevelésért és oktatásért fejezetet jelent. Szövetségünk tevékenységével az óvodák és az iskolák pedagógusait és igazgatóit kívánja segíteni. Ezért jöttek létre a Pedagógus Szövetségen belül az óvodapedagógusok és az intézményvezetők társulásai. Az óvodapedagógusok szakmai társulásának tevékenysége az elmúlt időszakban gazdag és szerteágazó volt. Évente nagyszabású résztvevővel és gazdag programmal sikerült a társulásnak megszervezni a pedagógusok évi találkozóit, konferenciáit. A 2012-es programot kiegészítette a Külhoni Magyar Óvodások éve rendezvény sorozata. Ráadásul a 2013-as évi Külhoni Magyar Kisiskolások éve program támogatásából is jutott az Átmenet az óvoda és az iskola között című konferencia megszervezésére. A téma aktualitását, mármint az óvoda és az iskolából való átmenete nagy érdeklődés jelezte. Mind nagyobb népszerűségnek örvend a ringató program, melynek elsajátításába 10 óvópedagógus kapcsolódott be, akik a tehetségprogram támogatásainak köszönhetően 8 régióban tartottak foglalkozásukat kisgyermekek és anyukáik számára. A képzéssel egybekötött bemutatókor óvodai csoportok és a Nyitrai Egyetem hallgató is részt vett. A találkozások több településen a beiratkozási programoknak a részévé váltak. Az óvodapedagógusok szakmai napokban ismerkedhettek meg a magyar mozgástudta módszerrel, illetve a Veronika Dell projekttel. Miért fontos, hogy az óvodákban különböző programok legyenek? A megfelelő módszerek alkalmazása az óvodások esetében segítheti a diákok kíváncsiságának kielégítését, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség megteremtését és az anyanyelvű iskola választást. Nagy szükség van erre, mivel a vegyes lakossági településeken mind gyakori a közös igazgatású óvodák működtetése és a kétnyelvű óvodai csoportok kialakulása, ahol a nevelési nyelvhasználat a diákokhoz és a szülők elvárásaihoz igazodik. Az iskola vezetők országos társulása tevékenységét az elmúlt időszakban a következő témakörök és változások érintették. A szakoktatás helyzetének megerősítése, kötelező felvételi a középiskolákban, a jelentkező tanulmányi átlaga körüli viták, 9. évfolyam országos tesztelése és a szlovák nyelvi érettségi vizsga körüli problémák, a 8 osztályos gimnáziumok helyzete, a kerületi iskolai hivatalok megszüntetése, együttműködés az állami pedagógiai intézettel a magyar élet és szlovák nyelvi sorozat kerethatárbeli kidolgozásában, és a szabványosító mérések nemzeti intézet által a pályázatokban való bekapcsolódás. Az igazgatók országos tanácsa 2011. októberében megtartott tisztújító közgyűlését követően 2012. októberében Komáromban szervezett szakmai konferenciát, melyen megvitatták a kisebbségi oktatási helyzetével kapcsolatos problémákat, a készülő törvénymódosításokat, a kisebbségi iskolák képviseletét az állami intézményekben. 2013-ban az intézményvezető tervezett szakmai konferenciája elmaradt. A társulás vezetése a felmerülő problémákat telefonon és e-mailes kapcsolattartással igyekszik megoldani. Az iskolahálózat karcsúsítására irányuló törvényi szabályozás, illetve a szakoktatási hálózat modernizációjára tett lépése szükségessé teszik az iskolavezető sokkal szorosabb együttműködését. A társulásokon kívül létrejött a felvidéki tehetségsegítő tanács, a budapesti Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagszervezeteként, mely be a felvidéki tanács 2011-ben lépett be. A felvidéki tehetségsegítő tanácsot a szlováki magyar tehetségpontok alkotják, melyek regisztráltatták magukat a nemzeti tanácsnak. A felvidéki tanács tevékenysége 2012-ben a kapcsolatok kiépítésére, képzések szervezésére, 2013-ban a tehetségpályázatok megvalósítására irányult. Jelentős támogatással, tanulmányutak, táborok, diákversenyek szervezése, a
Talentum kiadvány megjelentetése, a Kultúra és a Mobilis érmény központokkal való ismertetés, tudománynapok szervezése jelzi a program sokféleségét. A felvidéki tehetségsegítő tanács legutóbbi ülését 2013. októberében tartott a Fületen, ahol a közép- és a teleszlovákiai tehetségpontok hivatalosan is a tanács tagjaivá váltak. A 2014-es évre szóló pályázatok megvalósítása a napokban indult. 2012-ben és 2014-ben a felvidéki tehetségsegítő tanács bonyolította le a hátrányos helyzetű tehetségek kadientre ösztöni pályázatát. A rozsnyói pedagógus találkozó óta mind több szó esik a Sehér János Comenius Pedagógiai Intézet sorsáról. A Sehér Egyetem és a Pedagógus Szövetség által közösen létrehozott intézetnek az előzetes elképzelések szerint a Sehér Egyetem szerkezetébe való beépítése nem valósult meg. Mint említettem, a szlovákiai állami támogatású intézményi státuszba kerülését nem sikerült elérni, annak ellenére, hogy egy tisztességes anyagot dolgoztunk ki. Ráadásul a Pedagógus Szövetségen belüli szakmai irányítás kettőssége, tehát a szakmai alelnök és az intézet kompetencia kérdéseket vetett fel több alkalommal. Az intézettel az igazgató tanácson keresztül közvetett kapcsolattartás, például a Sehér Egyetem igazgató tanácsi búcsúja és egyéb okok miatt a Pedagógus Szövetség vezetése számára nem volt teljesen kedvező ez a megoldás. Mivel a Sehér Egyetem továbbiakban nem tart igényt a Sehér Egyetem Comenius Pedagógiai Intézetének a szolgáltatásaira, mindez arra késztette az intézetet, hogy az akkreditációs pedagógus továbbképzésekben, a vezetőképzésben, az oktatási intézmények részére nyújtott szakmai szolgáltatásukban és az iskolák által elnyert Európai Uniós programokban vállaló szakmai és tanácsadói szerepet, mely lehetővé tette az intézetnek az elmúlt néhány évben való működését. A módszertani pedagógiai központ tomárogi részlegének Európa Uniós támogatásokra épülő jelentős anyagi forrásai mellett a továbbképzések kreditpiacán a Sehér Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete nem tudott versenyhelyzetbe kerülni. Az elmúlt hónapokban közösen kezdeményeztük az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél a magyarországi pedagógiai fejlesztésekbe való részvételünket. Az iskola vezetések és a pedagógusok szakmai fejlődését szolgáló továbbképzési, tantárfejlesztési, módszertani programok, a kutató és a fejlesztő munka, szakmai kiadványok megjelentetése, szövetségünk fontos tevékenységünk körét kell, hogy jelentsék a mában és a jövőben is. Az intézet szakmai tapasztalatainak hasznosulása leginkább a Pedagógus Szövetséggel szoros és közvetlen kapcsolatban levő intézeti formában, vagy a szövetség keretei között működő szakmai egységként képzelhető el, melynek kialakítandó formájáról az új országos választmány hivatott dönteni. Szövetségünk együttműködött a szlovákiai magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményekkel. Néhány egyetemi oktató szívesen vállal a szerepet országos szakmai rendezvényeinkkel, vagy vett részt a Pedagógus Szövetség munkájáról. A közoktatással szoros kapcsolatban a pedagógus képzésben résztvevő egyetemi oktatók hatékonyabbak lehetnek a hallgatók pedagógiai gyakorlatának kialakítása során, a pedagógus jelöltek, a pedagógus jelölt hallgatók részvétele pedig színesíti a szövetség szakmai programjait és rendezvényeit. A Pedagógus Szövetség szívesen látja az egyes iskolák pedagógusai országos és regionális rendezvényeit, nyári egyetemei, akkreditált továbbképzései, a több iskolára kiterjedő projektnapok, foglalkozások, kistérségek pedagógusait és diákjait fogják össze közös cselekvésre. Az SFPS által szervezett diákversenyek, tehetségboldozó programok, tanulmányutak szervezésében és megvalósításában, a tantárgyi fejlesztésekben, szakmai, módszertani és kutatási anyagok feldolgozására továbbra is számítunk és várjuk szervezetünk tagjait. Jó látni és hallani az iskolák által szervezett tanulmányutakról, diákversenyekről, fesztiválokról, természettáborokról, iskolagalériai tárlatokról, zenei és egyéb művészeti programokról, diákcsoportok, szakkörök bemutatkozásaikról. Szívesen működünk ilyen téren is együtt a jövőben az iskolákkal. A
szlovákiai magyar pedagógusok közhangulatára kihat, hogy számuk túlnőtte a pedagógus állások számát. A hazai magyar pedagógus képzés növekedése és egyidejűleg a diáklétszám csökkenése miatt pedagógusai munkahelyhez kötődő biztonsága csökkent. 2006-2007-es tanévhez viszonyítva 8 év alatt 90 óvoda, 22 alapiskola, 8 gimnázium és 38 szakiskola szűnt meg, ahol magyar oktatás is folyt. A szövetség működéséről. A pedagógus szövetséget 12 területi választmány alkotja, 162 alapszervezetnek napjainkban 2651 tagja van. Az egyes területi választmányok tevékenységének sikeressége leginkább a tevékeny területi választmányi elnök és választmány összehangolt tevékenységétől. Az adott térségben az SZNPS tisztségviselők és munkatársak ügyszeretetéből és az anyagi források mértékétől függ. Néhány régióban a területi választmányok munkáját a kialakított, illetve helyi kezdeményezéssel létrehozott regionális pedagógiai központok segítették. Az SZNPS keretei között működnek a társulások, és jogilag a szövetséghez tartozik a Pázmány Péter Alapítvány, és társalapításban a Selye Egyetem Pomerius Pedagógiai Intézet. A honlapnapra kész információkkal, gazdag hír és képanyaggal igyekszik ellátni a tagságot a szövetségben zajló történésekről. A honlapon tantárgyterületek kialakítására is sor kerül. A szövetség folyóirata az évente 8 alkalommal megjelenő pedagógus fórum. Folyamatosan aktualizálják a szlovákiai magyar óvodák, iskolák adatbázisát. Az aktuális közleményeink elektronikus levelek útján jutnak el az érintek. A beszámoló terjedelme nem képes felölelni mindazt az országos, regionális és helyi tevékenységet, melyek szövetségünk keretei között valósulnak meg. A rozsnyói pedagógus találkozó, a komáromi, rimaszombati, kassai helyszíneken megvalósuló nyári egyetemi programok, az országos tanítói ünnepségek, az évről évre megvalósuló jeles eseményekhez vagy személyekhez kötött emlékkonferenciák, a komáromi és néhány további helyszínen megszervezett regionális pedagógiai és szakmai napok, az országos szervezési diákversenyek, táborok és egyéb rendezvényekről sorolhatnék még tárgyat. Szövetségünk a Bethlen Gábor Alapítvány megbízásából végzi az oktatási nevelési támogatásokra beindított pályázatok adminisztrációját. Támogató vél az elmúlt időszakban a családok támogatását tartott a prioritásnak. Az elkövetkező időszakban az iskolák részéről igény és nyomás van arra felé, hogy a támogatónál felelessük a támogatások felhasználásának olyan módosítását, mely a többségi iskolával a versenyképes magyar nyelvű oktatási intézmények támogatását helyezi előtérbe. A lebonyolításra járó feladatok ellátása és az ebből származó működési támogatások növekedése lehetővé tették a szövetségen belüli további munkatársak alkalmazását. A szövetségünk működéséhez az infrastruktúrális feltételek adottak. Az épület és irodák fenntartása és bérlés esetében igyekszünk a más szervezetektől való függést csökkenteni. A pedagógus ház, Komáromi iroda, valamint a regionális tevékenységek és az oktatás-nevelési támogatás pályázatainak feldolgozására szolgáló helyiségek biztosítják a tevékenységek folyamatos ellátását. Az országos választmány ülései időmegtakarítás céljából a felvidéki magyar nyelvterület középpontjában szervezünk, míg rendezvényeinket minél több régióra igyekszünk kiterjeszteni. Takarékossági lépések bevezetésével a költséghatékony működésre törekszünk, és még inkább törekedünk el az elkövetkezőkben. Szövetségünk ebben a választási ciklusban emlékezett meg ünnepélyesen létrejöttének 20. évfordulójáról. A 2010. novemberétől felalkott Magyar Pedagógusok Háza befejezett földszinti része helyet biztosít a Pedagógus Szövetség különféle szakmai és közéleti rendezvényeinek, valamint a kutatásnevelési támogatások pályázati feldolgozásának. Az épület emeleti felső helységeinek kialakítása támogatási források arányában kedvezően alakul. Ugyan nem hoztunk létre vállalkozási tevékenységet szakmai kiadványok, tankönyvek megjelentetésére,
szövetségünk néhány publikációt jelentetett meg, ilyenek a szövetség 20 évét bemutató ünnepi kiadvány, az évkönyvek, a szlovák tankönyvekhez kapcsolódó munkafizetek, a tehetségprogramokat bemutató talentkönyvek. Szövetségünk anyagi forrásai, illetve a regionális kiadványok, amelyeket ebben az időszakban, másod kiadásban a Gömöri térség adott ki, ugyan nem pedagógus szövetségi támogatásból, de pedagógusok segítségével. Ugyan nem hoztuk. A szövetségünk anyagi forrásai a tagdíjakból, a rendezvény részvételi díjaitól, a hazai és magyarországi támogatásunkból és pályázati forrásunkból származnak. Hazai támogatásainkat a kormányhivatal kisebbségi kultúrák pályázatai elnyert források, illetve az Oktatási Minisztérium évente egy-két diákversenyre kiterjedő támogatásai jelentik meg. Az anyaország kormánya a határon túli államtitkárság jóváhagyásával a szövetségünket kiemel fontosságú intézményi támogatásban részesíti. Az összeg szervezetünk működtetésére, országos rendezvényeink, szakmai programjaink megvalósulására, a pedagógus ház kialakítására irányult. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárasszony és munkatársai odafigyelnek és értékelik munkánkat. Az államtitkársággal folytatott kapcsolatai a kisebbségi oktatás fejlesztésére, a programok közös megvalósítására is kiterjednek. A határon túli óvodások, kisiskolások, elsősegi éve programok, a kisebbségi oktatás felmérésére, kutatásai irányuló témákban való együttműködés évről évre bővül. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a határon túli pedagógus szövetségek munkájának összehangolását és országos szakmai rendezvények megvalósulását segíti és támogatja. Külön teszek említést az Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő tehetségkoordinációs fórum támogatásairól, melyek jelentős anyagi forrásai hathatósan hozzájárultak a felvidéki tehetségsegítő tanács programjainak megszületéséhez, melyeket a régiókban is megvalósítottunk. Az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézettel folytató kapcsolatai a magyarországi szakmai fejlesztésekben való részvételünket alapozták meg. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézettel eddig a szakoktatás területén működtünk nagyon sikeresen együtt. Folyamatos és kiváló a kapcsolatunk a Pozsonyi Nagykövetséggel. Példaként említem a Futura Élményközponttal tavaly megvalósított közös projektünket, ahová több iskola eljutott ilyen formában. A Kassai Főkonzulátussal együttműködve, a Kassa Európa Kulturális Fővárosa ÉRF programsorozatába a tudományosság témakörében tartott rendezvényekkel kapcsolódtunk be. Szoros szakmai kapcsolatot vagyunk a Kárpát-medencében tevékenykedő pedagógus szövetségekkel, itthon a Csemadokkal, a Tompanapok, a Dunamenti Tavasz és a Horis mellett témakörében a helyi értékek feldolgozására és bemutatása során működünk együtt. Előremutató kezdeményezésnek tartjuk a Dunaszerdei járásban a Csemadok, a szülők, a szülői szövetség és a pedagógus szövetség tevékenységének az összehangolását. Tavaly közösen ünnepeltük a Pedagógus Házban a Felvidéki Cserkész Szövetség megalakulásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból közös nevelési témákra irányuló szakmai konferenciát tartottunk. A Pedagógus Szövetség vezetése több alkalommal képviseltette magát a baráti szervezetek és iskolák szakmai és ünnepi rendezvényeit. Milyen erők feszítik a szövetséget? A tevékenységi formák megsokszorozódása elsősorban. A szövetségre küldetéséből és a kisebbség oktatási problémáiból adódóan mind több feladat hárul. A feladatok bővülésének a felvállalása, a feladatok fontosságának, a hozzáértő szakemberek bekapcsolódásától és a rendelkezés álló anyagi forrásoktól. A tevékenységek koordinációja, az elnyert támogatások elosztása, az önkutatások bővülésével és a kialakított munkamegosztással mindig központosított jegyeket mutat. A rendezvények és programok szervezése, a támogatások pályázati úton történő megszerzésének nehézségei és a pályázatok megvalósítása, az elszámoltatás és az adminisztráció nehézségei, a tanulmányi verseny, a táborok rendszerének kialakítása, pontosítása, a képzések akkreditálása, a tanulmányi versenyek akkreditálása,
összehangolása, szervezése, megkérdetéstől a szakmaiságon át a pénzügyi vonatkozásokig sok ember összehangolt munkáján múlik. A Pedagógus Szövetség jelenlegi felépítése, irányítása, költségvetési tételeinek meghatározása a továbbiakban nagyobb profizmus, nyilvánosságot, a tisztségviselők és munkatársak jobb együttműködését igényli. A világban zajló folyamatok, értékrend alakulások, itthon az Oktatási Minisztérium oktatást és benne a magyar nyelvű oktatást érintő intézkedései változások megtételére sarkalnak bennünket. Ezzel okok miatt témává az elmúlt egy-két évben az egész szervezetet érintő stratégia megfogalmazása, melynek egyik eredménye az új alapszabály kidolgozása és a program jelentős mértékű megváltoztatása és átstrukturalizálása. Másrészt elkerülhetetlenné vált az irányítás minden szintjén a döntési és a feladatellátási mechanizmusok transzparensé tételének a szükségessége, beleértve egyrészt az érdekeltek nagyobb körének bevonását, másrészt az ellenőrzési folyamatok erősítését és a pénzügyi támogatások elosztását. A tevékenységek regionális kiegyensúlyozatlansága, amely feszíti szintén a szövetséget. Elhangzott itt is a regionális pedagógiai központok működtetése kapcsán. Az SMPS regionális szerkezetének kiépítése és alakítása a támogatásoknak köszönhetően évek óta folyik. Ez egyrészt a központ, tehát az országos választmány elnökség döntéseiből és a költségvetési keretek elosztásából, másrészt a helyi önkéntesség megnyilvánulásáiból, annak fokából állnak és adódnak. A központ részéről az egyenlő esély megteremtése, míg a régiók részéről a cselekvő hozzáállás, a feltételek jobb kihasználása szükséges ahhoz, hogy a tevékenység, a közös tevékenység a központ és a régió között ennél gyümölcsözőbb legyen. Nem állandó gondoskodásra kell gondolni, de helyzetbehozástól. Itt elsősorban azokra a térségekre gondolok, ahol a gazdasági visszaesés és a szociális hátrányok miatt jelentős a munkanélküliség, számottevő hátrányos helyzetű családok aránya, ahol a magyarság szorványosodik, ahol a központoktól távoli közlekedési szempontból nehezen megközelíthető településekről elköltöznek a fiatalok. Ahol az önkormányzat és a civil szféra gyenge, ahol az egyházak és a kulturális szervezetek nem tudnak pozitív folyamatokat elindítani. Ott viszont, ahol magyar önkormányzatokra jelentős számú közösségekre lehet számítani, azokkor el kell várnunk, hogy önmaguk erejére építsenek, és legyenek szolidárisak a rosszabb helyzetben élőkkel. A lehetőségek és a veszélyek persze minden régióban megvannak. A magyar iskolák hálózatára leselkedő veszélyek, melyek a diáklétszám csökkenéséből a törvényi finanszírozási változásokból adódnak, egyre nehezebb feladatok vállalására kényszerítenek és sarkalnak bennünket. A 25 éve létrejött Pedagógus Szövetségnek a mai körülmények között a felvidéki magyar közösség érdekeit, értékeit és érdekeit figyelembe véve eredményesen kell szolgálni a iskoláit. 89 egy pezsgést hozott azok számára, akik egy ideológia fogságából megszabadultak. Napjainkban az európai, a szlovákiai és a felvidéki magyar fejlődés nem serkentik erős, az embereket belsőleg motiváló áramlatok. Nekünk kell, hogy új pezsgést előidézzünk. Az előttünk álló 5 évet kell megterveznünk hittel és felelősséggel. A régiók és emberek közti szociális különbségek, feszültségek, közösségünk politikai megosztottsága, téblábolásaink az anyanyelv és a többségi nyelv határmezsgéjéért, az értékrendekhez való viszonyulásaink sokfélesége atomizál, közösségből egyénekké szabdal szét bennünket. Környezetünkben, iskoláinkban, a Pedagógus Szövetségben egyaránt. Az anyagiasság, az egyéni érdekeink harca erősödik föl bennünk. Ügyeskedéssel, lobby csoportok tagjaiként vívjuk véremenő csatáinkat, nem a tisztánlátás, de az ilyen-olyan előszerzés érdekében. Még önmagunkkal vagyunk elfoglalva, nem veszünk észre körülöttük a tisztes emberi teljesítményeket, érzéketlenekké válunk, nem vállaljuk fel a szolidaritást a bajba jutottakkal.
A Pedagógus Szövetség területi szerveinek a tisztújítása megtörtént. A területi közgyűlések jelezték, milyen feladatokkal kell a régióban szembenézni, és azt is, hogy ebben a vezető kikre számíthatók. Remélhetőleg reális helyzetfelismerésre jutottak mindenütt. Ma az országos vezetés tisztújítása fog lezajlani. Ez a folyamat kihatással lesz az új alapszabály alapján a szövetség szervezeti egységeinek, társulásainak, a Comenius Pedagógiai Intézetnek és munkatársi hálózatnak a megújítására, átalakítására. A testület megfelelő körültekintéssel történő kialakítása, rendszerszerű és folyamatos működtetése és az ellenőrzési mechanizmusok beépítése se a struktúrába remélhetőleg pozitív hatással lesz szövetségi munkájának a hatékonyságára. Ha mindez lezajlik, jó kiindulási alap lesz a kölcsönös és korrekt együttműködéshez, mely a szakmai civil szervezet eredményességét jelenthető. Tisztelt küldöttek, végezetül engedjék meg nekem, hogy az elmúlt időszak tevékenységének értékelése részeként tisztelettel megköszönjem a szövetség országos, regionális és helyi tisztségviselőinek, munkatársainak, tevékeny tagjainak az elvégzett munkát. Külön szeretném megköszönni azon területi választmányok elnökeinek a munkáját, akik a továbbiakban már nem vállalták az etisséggel járó feladatukat, és küldöttként mégis jár vannak küzdülésükön. Ők helyet engednek másoknak, hogy ők is kipróbálják képességeiket, rátermettségüket. Kívánok nekik jó erőt, egészséget, és kérem őket egyéb feladatokba való bekapcsolódással továbbra is segítsék a szövetség munkáján. Kérem Bódi Katalint, Kunk Bélát és Hagyma Bélát fáradjanak ide, hogy köszönetük jelenül átjutassunk a világot. Egyúttal szeretném üdvözölni körünkben és bemutatni a küldötteknek is a területi választmányok megválasztott új elnökeit, akiket kérek, hogy mutassák meg magukat a felállással. Illés Kósik Andreát, a Losonci területi választmány új elnökét. Gyurán Ágnest, a Rimaszombati területi választmány új elnökét. Hamesz Angelikát, a Kassai területi választmány elnökét. Balla Istvánt, a Nyitrai területi választmány új elnökét. És Masszi Jánost, a Dunaszerdai területi választmány új elnökét. Én pedig köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a megtisztelő figyelmet.